Sziasztok, Painfu vagyok, és ez itt egy újabb videó, méghozzá egy kooperációs videó Csanáddal. Sziasztok! És ebben a videóban Oroszországgal és Paraguayjal fogunk játszani, és megpróbáljuk továbbvinni az első osztályban lévő helyezetünket, és megpróbáljuk továbbvinni ugye az összes válogatottat. Végigvigyük, úgyhogy igen, kezdhetjük is az első mérkőzést. És az ellenfelünk a Lazio. Ez is hülyeség. Nézd meg! Beadják Klózénak, mert Klóze tud fejelni. Hát ezt nem hiszem el. Ez mi? Akin fejel. Halló. Igen, Akin fejel. Lőd el! Hát ezt nem hiszem el. Majd lövő a srác. Utánozott. Miért emelte fel a zászlóját? Nem tudom, beadják Klózénak. Nagy játék van. Gyerünk! Erzsakov, és középre most Zyuba. Passzolok. Meg előbb szarul Zagoyev. Én meg előbb. Persze, már kettő visszaér. Na. Kezdve fog az úr, szép teljes kérdben is figyelni kell az ellenfelre. Oda van állított, aki tenni. Az gyönyörű volt. Az... Gerzsákom. Most úgy őszinte. Én az emelést mondtam, nem az erőt. Csak látszok, abba hagyhatnátok ezt azért. Én ezt nem hiszem el. De neki... Nem tudjuk így anyátok. Vagy értitek? Hát nekem csak értelme van. Most vissza! Kokorin, Kokorin, gyerünk, fejezd be! Oroszok! Nem az oroszokkal van, gondolom a Lazióval. Nem lehet lefutni. Igen! Be fogja fúzni. Ezek szerintem németek. Hát ezt nem hiszem. Főnök egy szép volt. Nagyon fél időben nem fogunk három csatára játszani. Biztos tűnik el a középpályát. Evanda! Az a gyors gyerek. Tök jó, a kutya teljesen beleugatottam, hogy a golba úgy érdekes lesz. Majd tényleg be fogod adni? Wow, nem számítottam volna rá. Nagy dövő a srác. Na jó, szerintem fél időben változtatásokat kéne csinálni, mert ez így nem működik. Lehet érdemesen amúgy behozni Ignasevicet. Tudja, te tudsz fejelni. Olyan lassan, mint a szar. Jóval rá figyelni kell. Na jó van. Fél időben egy csomó változtatás van. Kokorin! Nem baj. Legalább már két kézláb akciót tudtunk felmutatni. Itt vagy Berezuckival. Berezucki! Berezucki! Mekkora ötét volt behozni? Kisebb állat. 3-1. Ez az. Esmond, nekünk is van ilyen játékunk, és most már meg fogjuk tudni fogni a fogni. Kokorin. Előtt, Kokorin. Most! Nagyon szép. Szép. Kesekov. Gyönyörű emelés, és kiszedi a gólvonalról. Kavanda. Nyomorú gyerek. Döntött, hogy ő most megáll. Szép indítás, és kijön. Hoppá! Favágó üzemmódon. Ez szokásom, bocsánat, srácok. 30 percig van lőni két gólt. Mocsárezés nem tudom.
egyet kell nyomni. Telébe dobta! Ezt nem láttad. Ezt kihagyjuk a videóban. Gyerünk! Nem! Nem Istenem! Gyönyörű! Kokorin! Nem hiszem el! Gyerünk! Kokorin, ezt már csak belövöd! Ez az! Alexander! Menjünk! 3-2! Nagyon szép, Kokorin, közép! Kokorin! Kokorin! 3-3! Visszahoztuk 3-0-ról! És megyünk a 4. gólért! Na végre! Alexandernél átszakadt egy gát! És... Berezut! Uha! Mi? Hogy maradt nálad? Basszus! Nem hiszem el! Öcsi. Jó ügyesek vagytok, skippelhetnétek. Hogy maradt nála? Most! Zagojev! Be kell fejezned! Zagojev! Ez az! 4-4! Legizgalmasabb mérkőzés! Emlékeztet a német argentin meccsre, igen, amikor mi vezettünk ugyan, és a végén elszorokoztuk a rajzközpontú rendszerrel. De ott is ugyanez volt, hogy utolsó percben lőttünk egy negyediket, és most ők megint lőnek egyet. Nem lőnek. Szoríts kifele. Ne! Hú! Azaz! Vége? Igen. 4-4. Akkor se kapunk ki. Azt a mindenit. 3 gólt lőttünk a 81. perc után. 3 gólt. Azt a mindenit. Ez szép volt. Igazából én ezt a... Igen? Ilyen sikerélménynek könyvelem el. Hát ez az 3-0-ról. Egy reménytelen fél idő után. Főleg, hogy Zubára hittem azt, hogy a legjobb orosz, de... Bocs, véletlen volt. De... Bebizonyosult, hogy azért van egy Kokorin is orosz válogatottban. Azt a mindenit. Na jó van. Következő meccs kivel is lesz? Paraguay-jal. Úgyhogy de... jó lesz az a meccs is. És mide? Van egy rossz hírem. Mégpedig? A paraguayaknak nincsen meg a... mint a 14-be, nincsen meg a licenszük. Szóval Santa Cruz helyett van La Cruz. Meg ilyenek vannak, Úristen. Hogy... más nem nagyon ismerek innen. Mondjuk Estegaribia, szóval nincsen a licensz, nincsen arc. Nem adták meg rá a licenszet. Az menő. Hát akkor most ilyenekkel játszunk, nem baj. Jöhet a következő meccsidőr. Peru! Kisebb rangadó lesz itt. Dél-amerikai. És most így elmondom. Te! Szembendító. Inkább... Te rúglak. Te még 11-esért se reklámálhatok, mert te rúgtál föl. El akartam mögötted futni. Csak sikerült. És a lövés... nem, bele akapott engem. Elfutok inkább mellett, aztán. Ahogy lefutotta az összes paraguayit, az így biztos. Vedd le, gyerünk! Hát ez egy szánalmas fél idő volt. Lövésünk volt? Volt. Hogy mondhatnám azt, hogy lövésem egy. Sincs. Fogunk kapni még egy gólt. Az nem semmi. Azért... izgalmas mérkőzést láthatunk. 0 kapura lövés, 0 pontos kapura lövés, és 1-0 az állás. Tips taps. Mennyi a passzolási pontosság? Nekik 18%, nekünk 35%.
Hát a 18 ezért az nem olyan rossz. Na jó, de az útvar. Mindenkünk a 30 van amennyi. Ortigóilla. Wow, mekkora cselek. Előre passzolt. Gyerünk. Gyerünk. Hátra. Jaj, de szép. Ki? A sarkas. A sarkas és a lövés. Lövés volt. Be. Stadion. Ez az megvan az első kapu lövésünk. Még az első kaput nem találó is. Ájjajjajjaj, gyerünk. Szép. Ext. Jó, próbálom elolvasni a nevét és ezért fogom elveszteni a labdát. És ott van Ext. Felső kapva, gyerünk. Aztán elögnek tényleg. Bá! De nem lett volna lezső, mert mozogtak a védők. És most? Jó ez, jó ez. Egy-egy! Hat a laja! Inkább elfutok! Átfutok a hálón meg a reklámokon. Ez az! Jaj! Nem lenne könnyebb, hogyha a labda nálunk lenne kontrázni? Jaj! Két döntetlen egy epizód alatt, hát ez is eljött. Mondjuk nem hát ez nem a legproduktívabb epizód volt. Nézzük meg. Az nem semmi! Egy kapura lövésük nem volt. Na jó, azért ezt magyarázzátok meg nekünk kérlek a komment szekcióba. Ez szerintem elég humoros. Na mindegy. Következő epizódban pedig Peru. Ez az. Peruval és Portugáliával leszünk. Na, C. Ronaldo. És már nagyon sorozat vége felé járunk, de igyekszünk még az utolsó pár meccsen belehúzni és megnyerni a izét a első osztályt is. Első osztályt még valahogy csak sikerülni fog. Még van 1-2-3, 4-5, 6, 7, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 6 meccset meg kell nyerni. 14 epizód. Nem, 14 meccs. 14, 10, igen, 7 epizód, 14 meccs van hátra. Úgyhogy ja, köszönjük szépen a figyelmet, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, hogyha nem tetszett, dobjatok egy diszlájkot, a következő epizódban pedig ugye Peruval és Portugáliával fogunk játszani. Úgyhogy köszönöm szépen családnak a részvételt, én Pénfi vagyok. Én Csonád vagyok. A viszont hallásra.